áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a János apostol első levele, 4. részének 9. versétől szól hozzánk Isten igéje. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Több olyan szülővel találkoztam, beszélgettem, akiknek a gyermekeik a világ egy másik országában laknak. Vannak, akik Európában, és vannak, akik egy másik földrészen. Arra gondoltam, hogy minden szülő, ha olyan országba kell elengedni a gyermekét, ahol jólét van, ahol gazdagság van, ahol jól mennek a dolgok, akkor azért oda elengedi. Ha a szülőnek például lehetősége van arra, hogy Amerikába küldje a gyermekét tanulni, vagy dolgozni, vagy éppen Svájcba, akkor azt mondaná valószínű sok szülő, kicsit félek, mert messze lesz, idegenben lesz, ismeretlen helyre kerül, de azért mégis tudja, hogy az jó hely, a szép hely, és így elengedi. De melyik szülő engedné el szívesen gyermekét mondjuk olyan afrikai országba, ahol még utak, járművek sincsenek, ahol nincsen kórház, nincs egészségügyi ellátás, ahol szegénység van, ahol kunyhóban laknak. Olyan országba elküldenék a gyermekeiket? Ugye nem. Amikor ezt olvassuk az igében, hogy Isten elküldte a fiát, akkor tudjuk, hogy ilyen világba küldi el. Nem olyanba, ahol eddig volt a fiú, a menny dicsőségében és szépségében, hanem olyan világba küldi el, ahol farkas törvények vannak, ahol az emberek önzőek, kegyetlenek, ahol már születésekor sincsen helye a vendégfogadó háznál, pedig ahhoz már nagyon kemény szív kell, hogy egy szülés előtt álló nőnek ne adjanak valamilyen kis szobát. Csak az istállóban volt számára hely. Értjük, mit jelent, hogy Isten elküldte a fiát? Isten annak ellenére küldte el a fiát, hogy tudta, nem egy dicsőbb helyre fog menni, hanem alantas, nyomorúságos, a bűn által szorongatott világba, ahol egyik ember a másikat bántja, tapossa, feljelenti, megöli. Ahogy az ének is mondja, mi mást, más minket öl. Ebbe a világba küldte el Isten az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy éljünk általa. Dicsőítsük Istent az énekíróval, dicsőség az égben Istennek, ki úgy szerette e világot, hogy szegénységben szent fiát eleresztette, hogy minket gyarló halandókat, kiket szomorú fogságba tart vala a bűn, mint rabokat, helyhez tessen szabadságba. Amen.